Tardos fölött vagyunk a kőbánya bejáratánál, ameddig el lehet jönni országutam. Most ehhez van kedve, nem Tatabányáról megyek egy kört, hanem eljöttem ide egy 20 perc autóval, és itt a Serédi Kastély környékén a Gerecse oldalába fogok egy jót bringázni. Úgy. Óra elindul, most keresi a pulzusmérőt, illetve a GPS-szel elindítottuk a hely meghatározást. Izgett az óra, megvan mind a kettő. Indult a tekerés. Mindössze 5 perc a parkolótól, és már is egy nyomos ösvényen megyünk a kék túraútvonalán. Ez a Gerecse 50-nek is része ez az út. Körülbelül egy 20 perc, mire elérjük a Serédi kastélyt kényelmes tempóba. Érdemes odafigyelni, hogy balra általában kisösvényen folytatódik a túraút. Sokkal jobb itt menni. Itt van a mászás teteje, és a Gerecse oldalból messze ellátunk Szlovákiába. Nem kell megijedni, a mobilon is az jön be. Ősöreg tölgy, írbe-gurba gyökerekkel. Ő már sok fotót lőttem. Szélszakál igazából. Na, innen pedig gurulunk. Maga a Serédi kastély, illetve a kék túrának a pecsételőhelye. Nem tudom, hogy valamilyen formában hasznosítják-e. Ide lehet esetleg jönni szállásra. Ha tudjátok, írjátok meg, hát ha valakinek kedve lenne. És itt fordulunk balra. Na hát innen a domtetőről indul a Serédi DH nevezetű szakasz. Kis tekerés, aztán meglátjuk. Gyereg le! Köszönöm! És megvan. Hú! Ez jó esett. Ugyanezen föl is megyünk, meglátjuk meddig. Telókat átkapcsolom látszófokozatba, és irány vissza. Találkozunk a technikás részeken. Hú. Meredek, és technikás is. Na nézzük! Azért égőlel könnyebb. Na, rendben. Hát, itt már sajnos nem megy. Marad a toriga. Üdv a tetején. Geodéziai torony. Gerecse csúcsán. Ez az adótoronytól egy 400 méterre van. Akkor irány a kék háromszög. Nem egy karban tartott ösvény. Sajnos az érdekesebb része, még látjuk mennyire van belőle. Oh! eléggé. De éppen át lehet jönni. Off-road, off-road. Na se baj. És itt ér véget a tekerés. Hú! Hát hiszen az első fék lassan a végét járja. Ez nagyon jó volt. Na. Hát ennyi egy kellemes őszdélutáni tekerés itt a Gerecsébe, egy pár zúzósabb lejtőt is útvájtve. Bicikli még mindig nagyon jól működik, de az első garnitúra féktárcsa lassan elfogy. Ugye ebben benne van a Dolomitok túra, nagyon zúzós 6 napja. Ideje cserélni a féktárcsát. Na, következő epizóddal szerintem majd technikai témában jelentkezek. Köszönöm, hogyha idáig néztétek. Bármilyen megjegyzésetek, kommentetek van, szívesen fogadom, vagy kérdésetek, válaszolok rá. Igyekszem idővel. Kívánok nektek is hasonló jó tekeréseket, ha tudtok, gyertek ki az erdőbe most ősszel is. Sziasztok!